Molnár Gyula polgármester a Bartók Béla úton a Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között működő üzlethelyiségek tulajdonosait vagy bérlőit hívta meg, hogy ismertesse velük a leendő városközpont terveit. A koncepció szerint az említett területen közösségi terek, nyitott vendéglátó egységek és színes kulturális programokat kínáló klubok nyílnak majd. A polgármester szerint azonban először az a legfontosabb, hogy minden érintettel egyeztessen. Ha mi a kulturális városközpontról beszélünk, akkor ennek van nagyon sok haszonélvezője, reményeim szerint a kerületi polgárok, de igazából vannak olyanok, akik együttműködő partnerként kell, hogy ebben részt vegyenek, ezek pedig az ott dolgozók, ott vállalkozók, az ott üzlethelyiséggel rendelkezők. Ezért a Gellért és a Móricz Zsigmond körtér közötti üzlethelyiséggel rendelkezőket hívtuk el, azzal, hogy elmondjuk, hogy mi a szándékunk, kérjük az ő ötleteiket, és majd nyilván kérjük az ő együttműködésüket. Tehát arra számítunk, hogy ez az egész arculatváltás, meg a funkcióváltás nem megy azok nélkül, akik ma ott tulajdonosok, ezek pedig ők az üzlethelyiséggel rendelkezők. Mi azt kínáljuk, hogy valamilyen formában a funkciókat, az arculatot megpróbáljuk egységesíteni, segítünk mindazoknak ebben partnerek, és azt ajánljuk, hogy a ma ennyit érő helyiségük adott esetben, ha együttműködőek, ha sikerül ez a terv, amit mi közösen megcsinálunk, akkor többet ér, nagyobb forgalom, több lehetőség, ami azt gondolom a vállalkozók számára mindennél többet ér. Az egyeztetésen elhangzott, a cél, hogy Új-Budán egy belvárosi hangulatot árasztó, kellemes hely létesüljön, önálló arculatot teremtve ezzel a városrésznek. Molnár Gyula hozzátette, szeretnék ezzel is elkerülni, hogy a Bartók Béla út a Kossuth Lajos utca sorsára jusson, ahol már mindenki igyekszik elkerülni, hogy gyalogosan sétáljon végig rajta a hatalmas autóforgalom és a zsúfoltság miatt. A megbeszélésen az is elhangzott, néhány ház homlokzati felújításáról már megállapodtak, a Hadik kávéház pedig a hosszú várakozás után végre valóban átadásra kerül már novemberben. A találkozón a jelenlevők támogatták a terveket, elsősorban azt kérték, ügyeljenek a parkolóhelyek és a rakodási területek megőrzésére. A polgármester legközelebb, május 14-én a közös képviselőkkel találkozik majd egyeztetés céljából.